Közösen látogatott el Pearl Harborba a japán miniszterelnök Abe Shinzo és a leköszönő amerikai elnök Barack Obama. A japán kormányfő bocsánatot nem kért a 75 évvel ezelőtti bombázásokért, de részvétét nyilvánította a hősi halottaknak, és azt hangsúlyozta, hogy sohasem szabad megismételni a háború borzalmait. Obama arról beszélt, hogy az ilyen gesztusok mutatják meg igazán a megbocsátás erejét. A fal, amelyre az összes katona neve felkerült, akik hősi halált haltak a 75 évvel ezelőtti japán bombázásban Pearl Harborban. Itt rótta le közösen a kegyeletét a leköszönő amerikai elnök Barack Obama és a japán miniszterelnök Abe Shinzo. Ezzel egyébként ő lett az első japán kormányfő, aki ellátogatott a USS Arizona emlékműhöz, amely a támadásban elsüllyedt csatahajó maradványai fölé épült. A koszorúzás után mindkét vezető virágszirmokat szórt az óceánba, ezzel is tisztelegve a katonák emléke előtt. Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, Abe Shinzo beszédében nem kért bocsánatot az 1941-es bombázás miatt. Arról beszélt, hogy a háború borzalmait a mai napig sem sikerült eltüntetni a föld színéről. A gyűlölet továbbra is gyűlöletet szül. Őszinte és múlhatatlan részvétem azoknak, akik itt vesztették életüket, és azoknak is, akiknek az élete az itt kirobbant háború következtében veszett el. Sohasem szabad megismételnünk a háború borzalmait, erre japán népe ünnepélyesen fel is esküdött, fogalmazott a japán kormányfő. Obama szerint a Japán és Egyesült Államok közötti szövetség sohasem volt erősebb, hiszen azt nem csak a közös érdeket tartják össze, hanem a közös értékrend is. Ez egy történelmi gesztus, amely a megbocsátás és a két nép közötti szövetség erejét mutatja. Ez egy emlékeztető, hogy még a háború legmélyebb sebei is utat engedhetnek a barátságnak és a tartós békének, jelentette ki a leköszönő amerikai elnök. A beszédek végén Obama és Abe Shinzo közösen beszélgetett a jelenlévő második világháborús veteránokkal.